Köztudott, hogy a sünök téli álmot alszanak. Az, hogy mikor kezdik meg ezt, nagyban függ az egyettől, a helytől és az időjárástól. A hímek szeptember végén, október elején is álomra húzódhatnak. Ők ugyanis nem vesznek részt az utódok nevelésében, így nyár végétől kizárólag a hízásra összpontosítanak. A sünök szervezete a tartós hideg beköszöntével hőt kezd termelni. A téli álom alatt pedig életfunkciójuk minimálisra, anyagcseréjük pedig az aktív állapot körülbelül másfél százalékára csökken. Fontos, hogyha ebben az időszakban bolygatjuk a felhalmozott zöld hulladékot, akkor legyünk figyelmesek. Hogyha ezeket a feldepózott elszállításra válló lomphalmokat felszámolják mondjuk november vége, december eleje, közepe környékén, akkor mindig óvatosan ö, kell eljárni, arra kell gondolni, hogy ezek alatt már sűn, vagy akár sünök is telhetnek. Ha találunk egy telelő állatot, akkor ott a közelbe tegyük egy bokor alá, és jó vastagon, legalább ö, derék vastagságban, magasságban halmozzunk rá lombot. De még jobb lenne, hogyha megváltoztatnánk a közpark, illetve a kertgondozási szokásainkat, ez azt is jelenti, hogy sokkal kevesebbet kellene dolgoznunk, és sokkal kevesebb környezetszennyező mondjuk gázolajat kéne elpöfögni a lomb Mit lehet tenni? Hát eleve a bokrok alatt ne is húzzuk össze a lombot. Mert ez például a nálunk telelő, itt maradó, vagy hozzánk érkező például fekete rigók számára ideális táplálkozó területet jelent. Illetve a hullott lomb lehető legnagyobb részét vagy akár teljes egészét halmozzuk a bokrok közé, ahol nem fújja el a szél, ahol nincs szem előtt, és egyébként egy körülbelül mellmagasságú, lomphalom, az néhány hét alatt felére harmadára fog összetöppedni. Ezek a zöld hulladék komposztálására alkalmas halmok, nem csak a sűnök, hanem más telelésre húzódó állatok, békák, gyíkok, számos beporzó rovar számára is hasznos búvóhelyül szolgálhatnak. A menedék biztosítása mellett pontos az is, hogy ne avatkozzunk a sünök természetes szelekciójába. Számos téves hírkering az interneten arról, hogy az ilyenkor megtalált állatot vigyük szakemberhez, vagy magunk teleltessük át őket. Ez szigorúan tilos. Egyrészt, mert védett állatról van szó, másrészt pedig azért, mert ezzel a sűn állományt veszélyeztetjük. Ugye a sűn egy szuper állat, szuper élővény, gyakorlatilag a lakott területen nincs természetes állományszintű ragadozója. Sőt, a vadonban sincs a, a sűn állománynak állományszintű ragadozója, az ilyen állatok gyakorlatilag ragadozó hiányában túlszaporodnának ezt a természet úgy szokta megoldani, hogy például élősködőkkel, betegségekkel, illetve egyéb környezeti hatásokkal tartja őket szinten. Például az egyik ilyen nagy választó vonal sünök esetében nagy próbatétel a telelés. Tehát az a sünkölyök, ami nyáron megszületve nem tud felhízni Őszre, az alapvetően nem alkalmas a túlélésre, az ilyennek el is kell pusztulni. Hogyha mi ezeket megmentjük idézőjelve, és utána tavasszal elengedjük, akkor a sűn állomány, a, 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 az a helyi populációnak a genetikai állományát tesszük tönkre, hígítjuk fel. Tehát semmiképpen ne avatkozzunk így be az életükbe, mert ezzel biztosan csak rosszat teszünk. A sünök téli álma általában tavaszig tart, az enyhe tél azonban felboríthatja menetrendjüket. Ahogy tartósan 10-15 fok köré emelkedik a hőmérséklet, az apró állatok ismét előbújnak.